C.S. Lewis, Narnia krónikái Az oroszlán, a boszorkány és a ruhás szekrény Ötödik fejezet Az ajtó túlsó oldalán Mivel a bújócska még javában tartott, egy kis időbe telt, míg Lusziék megtalálták a többieket. Összegyűltek abban a szobában, ahol a fegyver volt. Lucy már alig bírta magába folytani a mondókáját. Peter, Susan, minden igaz! Edmund is látta, van egy ország, ahová eljuthatunk a szekrényen keresztül. Mi ketten most ott jártunk. Az erdőben voltunk. Meséld el nekik, Edmund! Mit jelent ez? Csodálkozott Peter. És most érkeztünk el történetünk legcsúnyább pontjához. Eddig Edmund betegnek és rossz kedvűnek érezte magát. Bosszantotta mindaz, amit lucy hallott. Eddig nem tudta, mit tegyen. Mikor Peter kérdése elhangzott, hirtelen, aljas tetre szánta el magát. Bolondot csinál lucy Mondd már, Ed! sürgette Susan. Edmund ekkor felsőbbrendű kifejezést erőltetett magára, mintha évtizedekkel lenne idősebb lucy -nál. Csak egy év volt köztük. Vihogva felelte. Ó, oh, igen, játszottunk a szekrényben! Ez úgy hangzott, mintha a történteket bizonyítaná. Természetesen bolondoztunk, nincs ott az égvilágon semmi. Szegény Ruszi rábámult és kirohant a szobából. Edmond, aki időközben egyre aljasabbá vált, úgy gondolta, megnyerte a mérkőzést. Még hozzá is fűzte: Megint oda megy. Mi baja lehet? Olyan önfejű, mint egy gyerek, aki mindig. Nézd! Fordult feléje indulatosan Peter. Fejezd be! Mióta Lú kitalálta a történetét a szekrényről, állandóan piszkálod, csúfolod. Látom, hogy csupa rossz indulatból csinálod. De ez nem igaz, bizonytalanodott el Edmund. Természetesen az, folytatta Peter. Ez az igazság. Lú teljesen normális volt, mielőtt idejöttünk. Azóta különös dolgokat forgat a fejében, és sajnálatra méltó hazudozó lett belőle. Bárhogy is van, gondolod, hogy az állandó piszkálódással és gúnyolódással segítesz rajta? Inkább ösztönződ rá újra. Azt hittem, úgy gondoltam, de nem tudott Edmund mit mondani. Egyáltalán nem gondolsz te semmit? veszekedett vele Peter. Ez egyszerűen rossz indulat. Te mindig is élvezett, ha olyanokat bánthatsz, akik gyengébbek és fiatalabbak nálad. Már régen észrevettük ezt, csak eddig nem szóltunk. Fejezd be! lépett közbe Susan. Nem változik semmi, ha ti ketten veszekedtek. Gyerünk, keressük meg Lucy-t! Mikor hosszú kutatás után megtalálták, nem lepődtek meg azon, hogy Lucy még mindig sír. Nem tudták, hogyan vigasztalják. Hangja elcsuklott, ahogyan beszélt hozzájuk. Nem érdekel, mit gondoltok. Nem érdekel, mit mondtok. Árulkodhattok a professzornak, megírhatjátok a mamának. Én tudom, hogy találkoztam a faunnal. Bár csak maradtam volna ott. Mindannyian vadállatok vagytok! Kellemetlen este volt. Lucy szánalomra méltóan nézett ki, Edmund pedig úgy érezte, a terve nem úgy sikerült, ahogy várta. A másik kettő biztos volt abban, hogy Lucy megőrült. Lucy már rég lefeküdt, mikor még mindig a folyosón suttogtak. Úgy döntöttek, hogy másnap mindent elmondanak a professzornak. Írni fogok a papának, ha tényleg igaz, hogy megbolondult. Legalább túl leszünk rajta. Másnap együtt mentek le a dolgozószobába, kopogtattak az ajtón. Tessék, hallatszott bentről. A professzor felállt és helyjel kínálta őket. Várta, hogy elmondják, miért jöttek. A beszámoló alatt végig figyelmesen hallgatott, kezeit összekulcsolva tartotta nem szólt közbe, még a történet végére nem értek. Majd hosszú ideig csendben maradt. Végül megköszörülte a torkát, és úgy válaszolt, ahogy a gyerekek a legkevésbé várták. Honnan tudjátok, hogy a hugotok hazudott? De... kezdte volna Susan, de abba hagyta. Láthatták, hogy az öreg nagyon komoly. Susan összeszedte magát, és belekezdett újra. De Edmund azt mondta, csak színlelték az egészet. Ez az, emelte fel a mutatóujját a professzor, jelezve, ezt alaposan meg kell vizsgálni. Például, ugye megengeditek, hogy feltegyek néhány kérdést. Ismeritek a testvéreteket annyira, hogy meg tudjátok állapítani, melyik mond inkább igazat? Úgy értem, melyik őszintébb? Ez itt a bökkenő uram, szólt Peter. Eddig mindig úgy válaszoltam volna, hogy Lucy az. És te mit gondolsz? Fordult a professzor Susan felé. Nos, a véleményem az, ami Peteré, de nem lehet így igaz, az erdő, meg a faun, ez már sajnos meghaladja a tudományomat. A hazugság vágya nagyon komoly dolog egy olyannal szemben, aki egyébként mindig igazat mond. Valóban nagyon komoly. Attól tartunk talán nem is hazugság, valami más baj történhetett lucy -val. Bolond, úgy gondolod? kérdezte a professzor barátságtalanul. Nos, erről könnyen meggyőződhettek. Csak rá kell nézni, beszélni kell vele. De akkor, kezdte megint Susan, és megint nem folytatta. Soha nem hitte volna, hogy egy olyan okos felnőtt, mint a professzor, így beszéljen. Nem tudta, mit higgyen. Logikus, morogta a professzor félig magának. Miért nem tanítanak az iskolában logikát? Csak három lehetőség van. A testvéretek vagy hazudik, vagy bolond, vagy igazat állít. Ti ismeritek jól, hogy hazudni nem szokott tehát nem őrült. Pillanatnyilag, amíg valami újabb esemény nem történik, el kell fogadnunk Lucy állítását. Susan rámeresztette a szemeit, de jól láthatta, hogy a professzor teljesen komoly. – De hogy lehet mindez igaz? – csodálkozott Peter. – Miért kérdezed? – szólt a professzor. – Nos, az első. Ha ez tényleg igaz, miért nem látta eddig senki azt a csoda országot, aki bejutott a szekrénybe. Úgy értem, nem volt ott semmi, mikor benéztünk. Még Lucy is igazolhatja ezt. Mindez mit bizonyít? kérdezte a professzor. Nos, ha a dolgok valóságosak körülöttünk, akkor mindig azok, nem? Mindig? kérdezte vissza a professzor, huncut mosolyjal a szemében. Peter pedig nem tudta, mit válaszoljon. Most Susan próbálta magyarázni az igazát. Nem volt ideje, hogy bárhová elmenjen, ha csak nem oda. Ahogy kijöttünk abból a szobából, már futott is utánunk. Alig telt el egy perc. Újra együtt voltunk, ő pedig azt állítja, órák teltek el. Pontosan ezt teszi a történetet olyan hihetővé, bólintott helyeslően a professzor. Ha tényleg van olyan ajtó a házban, ami egy másfajta országba vezet, és figyelmeztetlek benneteket, ez egy nagyon különös ház, még én is alig ismerem, nos, akkor Lucy elmehetett a másik országba, és egyáltalán nem csodálkoznék, ha ott másképpen mérnék az időt. Tehát, ameddig ti ott tartózkodtatok, az nem számít bele az ő idejükbe. Másrészt pedig. Az ilyen korú kislányok nem tudnak ilyen történeteket kitalálni. Ha pedig füllent, hosszú időre kellett eltűnnie, hogy kiadja ezt a történetet. A valóság sokszor nagyon valószínűtlen tud lenni, folytatta a professzor. Levette a szemüvegét és gondosan törülgetni kezdte, miközben az orra alatt dünnyögte. Kíváncsi lennék, mit tanítanak manapság a gyerekeknek az iskolában. Most mit tegyünk? Kérdezte Susan. Úgy érezte, a megbeszélésnek már a végére értek. Kedves kicsi lányom, nézett rájuk szeretettel az öreg, létezik egy lehetőség, amit még senki sem említett. Mégis érdemes megpróbálni. Mi az? kérdezte izgatottan Susan. Mindannyian törődjünk a saját dolgainkkal, vetett véget a beszélgetésnek a professzor. Ezek után kíméletesebben bántak Lucy-val. Peter ügyelt arra, hogy Edmund ne csúfolhassa, és senki sem említette többet a ruhás szekrényt. Beszélyes téma lett volna. Idővel csupán rossz kalandnak tűnt az egész. Sajnos ez az állapot nem tartott sokáig. A professzor háza annyira régi és híres épület volt, hogy Anglia minden részéből turisták százai jöttek megnézni nem csak az úti könyvekben, de a történelem könyvekben is szerepelt a neve. Különösnél különösebb hírek keringtek róla. Mikor messzi vidékekről a turisták ellátogattak ide, a professzor készségesen megengedte, hogy körbenézzenek. Mrs. McReady a házvezetőnő kalauzolta a vendégeket a házban. Mesélt a képekről, fegyverekről, a könyvritkaságokról. Nem kedvelte túlságosan a gyerekeket, főleg nem szerette, ha magyarázatai közben zavarták. Már az első reggelen kijelentette a gyerekeknek egyéb intelmekkel együtt. Kérlek benneteket, maradjatok távol, ha csoportot vezetek a házban. Mintha unalmas csoportokkal akarnánk kószálni és unalmas fecsegést hallgatni, jegyezte meg Edmund. A többiek helyeselték hihetetlen, de ennek köszönhették, hogy másodszor is csodálatos kalandban vehettek részt. Egyik reggel Peter és Edmund elmélyülten vizsgálgatták a fegyvergyűjteményt. Azon törték a fejüket, hogyan vehetnék le valamelyiket egy kis időre úgy, hogy ne vegyék észre. Hirtelen a két lány rontott be a szobába. Vigyázzatok, itt jön Mrs. McReady és egy egész slep utána. Gyorsaké a győzelem! Kiáltotta Peter, és kiviharzottak az ajtón, be a másik szobába. Átszáguldottak a zöld szobán, be a könyvtárba. Hirtelen hangokat hallottak a szomszédos szobából. Mrs. McReady a hátsó lépcsőn vezette föl a vendégeket, nem a fő lépcsőn, ahogy ők várták. És ekkor, talán mert elveszítették a fejüket, vagy talán Mrs. McReady-től való félelmükben, Netán valami varázslattól vezérelve, úgy hitték, hogy minden irányból feléjük közelednek. Susan szedte össze magát elsőnek. Ugorjunk be a szekrénybe, míg elmennek. Oda senki nem jön utánunk. Úgy is történt. A következő pillanatban már hallották is a hangokat a folyosóról. Valaki motoszkált az ajtónás, még látták, hogy a kilincs elfordul. Gyorsan, tuszkolta őket Peter nincs más út. Beugrottak a szekrénybe. Lihegve kuporogtak a sötétben. Peter behúzta az ajtót, de nem zárta be, mert ő is tudta, milyen kellemetlenség származhat belőle.